Ott a Nílus szent vizében épp most merül alá a nap, szürkületbe szúrt fénydárdái a víz fölött megállanak. Legközelebbi utam Egyiptomba vezetett. Sokszor voltam Egyiptomban, gőzhajón, s az utóbbi években repülőgépen. Egyiptom a Nílus ajándéka, mondta Herodotosz, a történelem atya. És valóban a nyár végi esők Abesziniában óriási víztömegeket mozgatnak meg, és ezt hordja le a Nílus Egyiptom homokjára, ahol humusszá változik, és évente kétszer, egyes helyeken háromszor is aratnak. Ez adja Egyiptom gazdagságát. Egyiptom történelme három korszakra oszlik. Az ókori Egyiptom, amikor királyok saját sírjaik fölé piramisokat emeltek. Itt volt és van a Szfinx, amelynek titkát még ma sem fejtette meg senki. Amikor az arabok elfoglalták Egyiptomot, új élet kezdődött a Nílus partján. Mecseteket, palotákat építettek. Kairó ma a világ egyik legszebb városa. Amikor a nap leszállni készül, a felhők mögül előtűnik a hold, és fényét visszaveri a Nílus, csodálatos kép tárul elénk. Kairóban van az Azhar mecset, ahová a világ minden részéből sereglenek a tanulni vágyó fiatalok. Én is diákja voltam az Azhar mecsetnek, később előadója. Az Azhar mecsetben tanítják a Korán, és a Korán, amely 450 millió embernek a hite, joga és vallása, és amelyet leírtak egy méter nagyságú pergamentre, leírtak ilyen nagyságú könyvre, azon kívül egész apróra, amit csak nagyítóval lehet látni. Ebben a Koránban van lefektetve az iszlámnak minden tudománya. Amikor már megbarátkoztam az egyiptomi írókkal és tudósokkal, és irodalmi munkásságom következtében az Egyiptomi Tudományos Akadémia figyelmét is fölkeltettem, megválasztottak a Egyiptomi Tudományos Akadémia tagjának, sőt, az Arab Szótár Bizottság tagja is lettem, és minden évben tél folyamán lerándulok és részt veszek a tanácskozásokban. Tágas a föld, életed ember nélkül élheted, s vágyhat, félhet,